Sziasztok, ez itt a KiteLine YouTube channel, és szeretném nektek megmutatni, hogyan kell felfújni a felfújható deszkát, pár tippet mutatok. Jó, tehát itt van a deszka, egy kicsit előfújtam, ez itt a szelep. A szelepnek két állása van, hogyha kint van, akkor tartja a levegőt, ez nagyon fontos, hogy úgy álljon a szelep, hogy kint legyen, mielőtt elkezditek fújni, különben duplán fogtok melózni. Jó? És vissza, így van. A másik, hogy a pumpák általában ide próbálj meg rázumolni, van 2-es és 1-es felirat itt benne. A 2-esnél oda-vissza fúj, tehát lefele is, fölfele is, az 1-esnél pedig csak lefele. Ezt akkor használjátok és állítsátok át, ha már túl nehéz húzni és a derekatokat szeretnénk kímélni. Jó, magát a pumpát, mint egy bajonettzár rá kell zárni gyakorlatilag, és ha felfújtátok, ez csak egy kupak rátenni. Ami nagyon fontos, mert sok javítani való szub van mindenféle cégtől gyakorlatilag, mert 40 fok volt az előző nyár, vagy a nyár előző heteiben. Én azt szoktam mondani, hogy 12-13 PSI, amíg fújjuk, tehát az körülbelül 0,8 bar, de inkább a PSI-t nézzétek, hiszen ha kiteszitek utána a napra, vagy elkezdtek vele menni, fölmegy magasabbra az érték a nagyon nagy melegben. Mindig azt mondom, hogy szuppozás után tegyétek be árnyékba a deszkákat, hogy elkerüljétek a kellemetlenségeket, hogy szétjön a ragasztás, és újra kell ragasztani. Tehát ennyi a lényeg, amit tudni kell a fújásról. Sziasztok, találkozunk a videón!